Jézus Krisztus, Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva Ézsaiás prófétánál. Íme elküldöm majd előtted az én követemet, aki előkészíti az utadat. A kiáltónak hangja a sivatagban. Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Gesztesi Károlytól hallottuk a Négy Evangélium című hangos könyv egy részletét, melynek azonban néhány részlete nem készült el, és ezeket a részeket Gesztesi Máté, Károly fia rögzítette, vagy rögzíti ezekben a napokban, akivel most Skype-on beszélgetünk az egy évvel ezelőtt elhunyt művészről. Szervusz Máté! Szervusz Máté, szia! Sziasztok, szervusz Györgyi, szervusz Tamás, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket is. Hát figyelj, most tök egyszerű kérdés, nyilván mindenkinek ez jut eszébe, és biztos ezren feltették majd, mennyire nehéz megküzdeni egy nagy előd, egy édesapa példájával. Most az emlékéről nem is arról beszélek, hogy pont egy éve halt meg, hanem hogy mennyire nagy feladat számodra felnőni ahhoz, hogy az általa már elkezdett hanganyagot kiegészíts tulajdonképpen, és által fel nem mondott részeket te fogsz előadni. Hát egyrészt ugye nagyon megtisztelő a feladat, másrészt pedig, mivel én nem vagyok színész, hanem forgatókönyvíró vagyok, ezért a színészetnek a terhe az nem nyomja a vállamat, hála Istennek, hanem maximum annak a terhe nyomja, hogy értelmesen és szívbe tudjam elmondani ezeket a sorokat, amiket már el is mondtam egyébként, tehát pont egy fejezet hiányzott a Lukács evangéliumának a közepéről, ami egy Zákeus nevű emberről szólt, egy komoly emberről, aki egy gazdag ember volt, és fölmászott egy fára, hogy láthassa az arra érkező Jézust, és Jézus kiszúrta őt a fán, és azt mondta, hogy gyere le, Zákeus, mert ma nálad fogok éjszakázni, és befogadja Jézust, és utána azt mondja, hogy lám, üdvössége lett ennek a háznak. Tehát egy családnak a megtéréséről szól, ha itt tetszik, nagyon-nagyon szép történet. Hogy ez megjelent már, ez a hangos könyv, vagy most jelenik meg? Ennek az a lényege, hogy hát tegnap este tettük ki minden, tehát akkor elmondom a kedves nézőknek, hogy itt arról van szó, hogy YouTube-on, Spotify-on mindenki számára teljesen ingyenesen is elérhető módon meghallgatható édesapám által felolvasott Biblia hangos könyv a Szent Pál Akadémiának az új fordításában, tehát ez egy másmilyen fordítás, mint amit megszokhattunk. Erről miben más, mint amit megszokhattunk? Ugye a Károli Gáspár fordítás gyönyörű és fantasztikus, de a nyelvezete elég régies, és ez van, akit visszatart a Biblia olvasástól. A Szent Pál fordítás, a Szent Pál Akadémia egy jeles teológiai felsőoktatási intézmény, friss mai nyelven szól, közérthető ezáltal, nincsenek olyan régies kifejezések, hogy vőn, lőn, látá, és ez hasonlók, amik nagyon helyik van az irodalomban, de sokkal inkább visszaadja a szöveg egyszerűségét. A Biblia egyszerű nyelven megírt könyv. Az a lényegi eleme, hogy bárki megértheti. Nem kell hozzá, nem tudom, milyen egyetemi végzettség, hanem a legegyszerűbb emberek is megérthetik, mert az üzenet a szíveket találja el, persze intellektuális feladatot is ad. És ezen kívül vannak bizonyos kifejezések, amik ilyen vallási műszavak lettek az évszázadok során, és kiüresedett a tartalmuk egy kicsit. Ezért időnként nem árt leporolni. Tehát például az, hogy megkérdezel egy embert az utcán, hogy mi az, hogy üdvösség, akkor azt mondja, hogy jaj, üdvösség, ez egy milyen gyönyörű dolog, de valójában nem biztos, hogy meg tudja mondani, hogy micsoda. Az üdvösség nagyon egyszerűen megmenekülést jelent például görögül. Tehát ez egy egyszerű dologról szól, hogy az emberek megmenekülnek, vagy kimenekülnek ebből a gonosz világkorszakból. Vagy az evangélium az örömhírt jelent egész egyszerűen. Tehát egy ember kiáll, és azt mondja, hogy ide figyelj, jövőre alacsonyabbak lesznek az adók. Remélem igaz. Tehát nagyjából egy ilyenfajta koncepció áll mögötte. Költői a kérdés, nyilvánvalóan csak igen lehet a válasz, hogy hallgattad, meghallgattad, végighallgattad édesapád által már rögzített fejezeteket, és ez befolyásolt? Mennyire befolyásolt abban, hogy te hogyan prezentálod a hiányzó részeket?
Túlzás, hogy végighallgattam, mert nagyon sok anyagról van szó, tehát aki rászánja magát, hogy ezt végighallgatja, vagy részletekben végighallgatja, az azért sokáig hallgathatja. Azt hiszem olyan 4x3 óra, vagy van amely 2 órás, de én fantasztikusnak találom, tehát nagyon nagy élmény, szerintem mindenkinek nagyon fog tetszeni. Ugye az egész azért fontos szerintem, mert ennek a 2020-as évnek annyi nehézsége volt, annyi borzasztó dolog történt velünk, amit szerintem mindenki átérez. A járvány pusztítása kapcsán nagyon sokan gazdasági nehézségekbe kerültek, egészségügyi nehézségek, sok embertársunkat elveszítettük. Tragédia, feldolgozhatatlan. Ez a könyv, a Biblia reményt ad szerintem, nekem legalábbis reményt adott, útmutatást ad és erőt ad. És ha az ember ezt hallgatja, én ezt éreztem, amikor hallgattam apukámat is, ahogy mondja, hogy növekszik az embernek a hite. És észreveheti, hogy Isten elkezd munkálkodni az életében. De ha valaki nem hisz ebben, hanem csak kulturálisan nézi, akkor is ez a világ legnagyobb példányszámban eladott könyve, a legnagyobb bestsellere, a Biblia, és Jézus pedig a leghíresebb történelmi alak, még talán Bruce Willisnél vagy George Clooneynál is híresebb, mint mindannyian többször megmentették a világot. Tehát ilyen kulturális értéket, ha itt tekintjük, egy jeles színművész hangján hallani, aki sok ragyogó színházi vagy filmes dolog mellett, ha csak a hangját vesszük, Shrek vagy Lando Carlissian a Star Warsból, vagy Rocky a Creedből, így lopta be magát a szívekbe, az mindenképpen nagyon nagy élmény. Pihenés közben, Máté. Útközben, mindenhogy. Nagyon köszönjük, Máté. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor tegnap óta megtalálható ez az interneten különböző így helyeken. Így van. És arra kérek, arra szeretnék felkérni minden magyar honfitársan, hogy mondják el határon túl és innen, hogy ez van ez a lehetőség, és hallgassák meg. Köszönjük Máté, 4 evangélium, tehát hangos konformában. Sziasztok. Köszönjük. Szia.